Szokás szerint vegyes képet mutatnak az Eurostat legfrissebb munkanélküliségi adatai. Rossz hír, hogy még mindig 13 millió ember van munkanélkül, vagyis az Európai Unió lakosságának 5,9%-a. Jó hír viszont, hogy ez a szám aránylag stabil, vagyis nincs szó növekvő tendenciáról, sőt, a számok valamelyest csökkenést is mutattak augusztusban, amikor ez a ráta 0,1%-kal alacsonyabb volt, mint a megelőző két hónapban. Ami a tagállamokat illeti, Spanyolországban, Görögországban és Svédországban él a legtöbb munkanélküli. Ebben a három országban a legmagasabb a nők munkanélküliségi rátája is. Összességében egyébként az Európai Unióban több nő van munkanélkül, mint férfi. A nőkre vonatkozó munkanélküliségi ráta 6,1%, míg a férfiaké csak 5,7%. A fiatalok körében sokkal nagyobb arányú a munkanélküliség, mint akár a nők, akár a férfiak között. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint az EU egészét tekintve a 25 év alattiak több mint 14%-a munkanélküli. Spanyolország ebben is listavezető 24,7%-kal. Magyarországon 4,3%-a munkanélküliségi ráta az augusztusban mért adatok szerint.